Tehát ezt válni mindenkinek. Elkezdjük a mai szatszámot. És pedig lenne a 198-as bhajan. Ó, barátaim, idegen ország, ez miért ragaszkodsz annyira hozzá, ó, barátom? Mindenkinek, aki ide tér, mennie kell. Senki nem marad itt, sem király, sem császár. Az élet olyan akár a fa árnyéka, ó barátom. Ja, csupán néhány nap menedéke. Minden kapcsolat hamis, semmi nem a tiéd. A Szadguru megérteti ezt veled, ó barátom. A szimránt végezve, értesd ezt meg a tudatoddal. Kér bocsánatot a mestertől a vétkeidért. Miért felejted el az adakozó nevét, ó barátom? Ragad meg Kirpák guru menedékét, vagy úsz át az élet óceánján. Hamis ez a világ, hamis mája, ó barátom. Ó barátom, idegen ország, ez miért ragaszkodsz annyira hozzá, ó barátom? Ihi tindesham praya vesajna yari kyo ina paya vesajna ihi tindesham praya vesajna tupyari kyo ina paya vesajna ihi tindesham praya vesajna aya joete sabne tur janna ranna nahete koi raj ranna aya joete sabne tur janna ranna nahete koi raj ranna zindagi varish de chaya ve sajna tu pyar kyoi na paya ve sajna ihete desham praya ve sajna tu pyar kyoi na paya ve sajna ihete desham praya ve sajna koi danete rena basera jute sab na te koi na tera koi dene te rene basera jute sab na te koi na tera satguru ne samjaya ve sajna tu pyar kyoi na paya ve sajna ihete desham praya ve sajna tu pyar kyoi na paya ve sajna ihete desham praya ve sajna karike simran man samjale bullan guru to maaf karale karke simranam manna samjale bullan guru to maaf karale tat danam kyo bhulaya ve sajna tu pyar kyo na paya ve sajna ihete desham praya ve sajna tu pyar kyoi na paya ve sajna ihete desham praya ve sajna palla guru kripal da fadle bhav sagar tu ajab tu tarle palla guru kripal da fadle bhav sagar tu ajaib tu tarle jut jagat jut maya ve sajna tu pyar kyoi na paya ve sajna ihete desham praya ve sajna tu pyar kyoi na paya ve sajna ihete desham praya ve sajna
Ó, barátom, idegen ország ez. Miért ragaszkodsz annyira hozzá, ó, barátom? Nem beszél. Köszi, Sanci. Szívesen, Tomi. Akkor üdvözlök mindenkit. A Avaramszingnek a szecengeit fogjuk folytatni. És ahogy látom, akkor a 2016. január 15-i szecengot adtuk félben. Igen, ez az utolsó nap szatszangja, 2016. januári program az utolsó szatszangján, egy-két bekezdés visszaolvasok. A beavatáskor a mester átveszi és magára veszi tanítványa összes karmáját, amiért egyébként a tanítványnak a pokolba kellene mennie. És szenvednie, hogy ezeket a karmákat kiváltsa. Tehát sok olyan karmát, amely a tanítványok pokolba vinni, a mester átveszi beavatáskor. A beavatás után a mester meditációban ül, elmegy Manszarovárba, és lemossa ezeket a bűnöket. Mert ha ezek a bűnök, vagy ezek a karmák továbbra is a tanítványnál maradnak, akkor a halál idején, a lélek átvételékor kálnak kell számot adni ezekről a tettekről, tehát kál felé. Ezeket a mesternek kell átvinni, és csak a mester kegyelmével vállalja át mindezeket a bűnöket a beavatáskor. A mester tehát szatszangokon, pársadokon és dársánok adásával, valamint azzal, hogy rávesz minket a szimrán és a bhajan gyakorlására, ezekkel így rövid idő alatt mindezeket a hegyekkel egyenértő karmákat megváltják, és a lelket kiszabadítják mája és kál illúziójának kuszaságában. Kabir Saib azt is mondja, idézett, ha az összes föltömeget papírrá alakítom, és az összes fát és erdőt tollá alakítom, és mind a hét tengert pedig tintának használnám, még akkor sem leszek képes leírni a mester nagyságát. Azt mondja, még ezzel a nyelvvel, ezzel a szájjal nem tudjuk eléggé dicsérni a mestert. Nem tudjuk eléggé dicsérni a mestert, aki ebben az életben megváltott minket, üdvösséget adott nekünk. Idézet vége. Ezért fontos, hogy minden nap 2,5 órát meditáljunk, és szimrán és gyán meditációban üljünk. Így csökkentjük a karmák terhét is. Az összes terhet a mesternek kell átvennie. Akkor még ebben az életben el fogjuk érni Szacskán szatlakot is. És hát ha nem ezt tesszük, és nem töltünk időt a szimránnal és a diánnal, és folyamatosan növeljük a karmák terhét, akkor szomorúak leszünk, és szenvedni fogunk. A mester is szenvedni fog, mert ha mi szenvedünk, akkor a mester is velünk együtt szenved. Tehát nekünk is irgalmaznunk kell a saját lelkünknek, dolgoznunk kell ezen. El kell végeznünk a szimránunkat és a diánunkat, és irgalmaznunk kell a saját lelkünknek. Valóban szerencsések vagyunk, hogy ebben az életben a mesterek társaságát kapjuk, és ebben az életben beavatásban részesülünk. Milliónyi élet jó karmája az, ami eljuttat minket ehhez az ajtóhoz, ehhez az emberi formájú élethez. A mindenható Isten kegyelméből kerülünk a mesterek társaságába. Amikor a mindenható Isten azt akarja, hogy ez a lélek találkozzon vele, és visszatérjen ő hozzá, akkor a mindenható Isten ezt a lelket egy szent hatókörébe hozza, és elviszi a szenthez. Ezért valóban szerencsésnek kell tartanunk magunkat. Azt mondja, idézet, a mesterek társasága és a szatszáng olyasmi, ami nem mindenkinek adatik meg. Csak a szerencsések kapják meg ezt. Idézet.
A feleségek, a testvérek, a család, mindenki megkapja, akár jó, akár rossz tetteink vannak, mi is megkapjuk. Mindazok a kapcsolatok, amiket kapunk, mint bármely más ember, akinek ilyen kapcsolatai vannak, azok csak a karmánkból fakadnak. Ezek a kapcsolatok nem kapcsolnak össze minket a mindenható Istennel. A mesterek társasága és a szatszangok azok, amelyek összekötnek minket a mindenható Istennel. A mesterek által a tanítványokra árasztott kegyelem mennyisége felfoghatatlan. A szentek gyakran mondják, idézet, tegyél te egy lépést, és én 1000 lépést teszek. Idézet vége. Hibnusz. Swamiji Maharaj azt mondja, idézet, az ártit, vagyis az áhítatot, áhítat gyakorlatát, tehát az ártit úgy kell elvégeznetek, hogy befelé mentek. Idézet vége. Az árti alatt általában azt értjük, hogy felajánlásokat teszünk az istenségeknek, vagy az isteneknek. A tipikus felajánlások, amiket az isteneknek adunk, az, hogy veszünk egy tányért, néhány virágot, veszünk egy kis kámfort, veszünk egy lámpást, és némi füstölőt, majd bemegyünk az Isten elé, és mindezt felajánljuk. Meggyújtjuk a kámfort, meggyújtjuk azt a lámpát, és megkongatjuk a harangokat, és megforgatjuk a kis bekerentjüket. Mindez csak addig tart, amíg az a kámfor ott van, és amíg az az olaj ott van abban a lámpásban. Amint az az olaj elfogy, és a kámfor elég, akkor az Isten is sötétségben van, és ti is sötétségben vagytok. De amit ő az árti alatt ért, amit nekünk kell tennünk, az az árrat szó azt jelenti, hogy kívülről befelé menni. Tehát azt mondja, hogy gyere kívülről, és menj befelé, és lásd a mester sugárzó formáját belül. Ha egyszer meglátjátok a mester sugárzó formáját belül, csak ott láthatjátok és hihetitek, ahol a lámpák maguktól égnek, ahol a kongok megszólalnak, ahol a harangok maguktól szólnak, és ez egy teljesen más nagyság, amit láthattok, és ez soha véget nem ér. Ez egy folyamatos dolog, és ezt látni kell, hogy egyáltalán elhiggyétek. Tehát el kell végeznetek ezt az ártit, befelé kell jönnötök, és meg kell látnotok, meg kell lássátok a mestereiteket, a mestereitek nagyszerűségét belülről. Az a fény mennyiség, ami a mesterből, a mester minden egyes sejtjéből árad, az valami páratlan. Tehát, még ha ezt egy másodpercre is meg is kapjuk, ha egy gurumuk ezt egy másodpercre meglátja, akkor nem egy cselekedet, hanem több millió cselekedete változik meg abban az egy látomásban. Himnusz. Shraddha Swami. És a program utolsó szatszangja után a Karubenanti hagyományos Swamiji Maharaj Bani Bajanya zárult 2016. januárban. És akkor már fordítottam ezt a 2016. augusztusi retreatet kezdjük el, mégpedig ugye 2016. augusztus 1-i meditációs beszéd reggel. Címe az, ez a mi igazi munkánk. Meghajolok Somajai Blambai előtt, akik megkegyelmeztek ennek a szegény léleknek, és alkalmasát tették őt arra, hogy ezt a szévát elvégezhesse. Csak ennek a két nagy szentnek a kegyelme az, hogy ez az alázatos élek képes elvégezni azt a kis szévát, amit a szatszangért tesz. Nekem csak három évig volt alkalmam szévát végezni Baba Samanadzsival, és 11 évig volt alkalmam szévát végezni Santa Jaip Singh Jilab. Az alatt a három év alatt, amíg Baba Samanadzsival voltam,
ő vitte rá az életemet erre a spirituális ösvényre, és ő gondoskodott az egész életemről, és ő vitt bele ebbe a fegyelembe. Megáldott és megkegyelmezett a széva megértését. Később Szent Ajay Pszingyi azt a széva feladatot is rám bízta, hogy szentszangot tartsak, lefordítsam az ő szentszangjait, és magyarázzak a karnatakai és az andrai szangát. Ő minden tekintetben kegyelmezett nekem a spirituális és még a világi gazdagság tekintetében is. Ma is ennek a két nagy mesternek a kegye az, hogy mindez megtörténhet. Örülök, hogy mindannyian eljöttetek ide, mindannyian kivették értékes idejüket a különböző kötelességeikből, a munkájukból, a vállalkozásukból és egyéb háztartási feladataikból, és eljöttek ide, hogy ezt a 15 napot meditációval töltsék. Imádkozom a mesterek lábaihoz, hogy ők kegyelmezzenek nektek, és rávegyenek benneteket, hogy végezzétek a meditációt, és szolgáljátok azt a célt, amiért eljöttetek ide. Ahogy idejöttök és végzitek ezt a gyakorlatot, amit mindannyian végzünk, amikor hazamentek, folytatnotok kell ezt a gyakorlatot. Így a mesterek kegyelme mindig rajtatok lesz. Még ha változik is az időzítés, amikor hazamentek a munkahelyetek vagy a vállalkozásotok szerint, akkor is törekedhetek el arra, hogy minden nap meditációra üljetek és szatszangot hallgassatok. Sanjay mindig azt szokta mondani, hogy idézett, 100 dolgot is ott hagyhatsz, és ülj le a szatszangra. Vagy akár 1000 dolgot is ott hagyhatsz, hogy meditációra leülhess. Idézett. Mert ez a mi igazi munkánk. A mindenható Isten adta nekünk ezt a drága ékszert, és ennek az életnek az a célja, hogy kiszabaduljunk ennek a világi óceánnak a rabságából, és visszatérjünk a mindenható Istenhez. Mert a dzsíva, illetve a lélek, ugye, belegabajodik mindezekbe a külső dolgokba, és sajnos ismét visszazuhan a bánat eme óceánjában, és visszamegy a 8,4 millió életformába. Aztán csak Isten tudja, mikor lesz legközelebb lehetősége arra, hogy elvégezze ezt az áhítatot, és kiszabaduljon ebből a rabságból. Amikor a lélek végigmegy ezen a 8,4 millió életformán, és nagyon szomorú, akkor a mindenható Isten kegyelembe részesíti azt a lelket, és lehetőséget ad neki erre az emberi életformára. Ez az emberi életforma egészen másként lett megteremtve, mint az összes többi életforma. Ebben az emberi életformában, ebben a testben ott tartotta az ő egész királyságát, az ő 16 síkját. Ő is ebben az emberi formában lakik. Ebben az emberi formában tartotta meg az ösvényt, hogy visszatérhessünk és találkozhassunk ővele. Csak egy tudó lélek, egy mester segítségével és kegyelmével ismerhetjük meg ezt az ösvényt, hogy visszamenjünk és találkozzunk a mindenható Istennel. Ezt csak ebben az emberi életformában tehetjük meg. Ezért dicsérték ezt még az Istennek és az Istennők is. Minden risi és múni dicsérte ezt az életformát, mert csak ebben az életformában tudunk emberből Istenné válni. Ezért ki kell használnunk ezt a lehetőséget, minden nap le kell ülnünk és hallgatnunk ezt a szatszangot, még ha csak fél órát is. A lehető legtöbb időt kell szánnunk a meditációkra, és azt rendszeresen és naponta kell tenni. Ez a reggeli idő tehát jó, csendes és jó a hangulat. A szentek is dicsérték ezt az időt, mert ilyenkor ébredünk, és az elme csendes. A meditációhoz pedig csendes elme szükséges, ahogy a nap előre halad, az elme egyre ingadozóbbá válik, és egyre nehezebb meditálni. Ezért a mesterek és a szentek ezt az Amrit Véla, vagyis a nektár idejem néven is emlegetik a reggeli órákat,
Ezért a lehető legtöbbet kell kihoznunk ebből az időből, és be kell csukunk a szemünket. Le kell ülnünk meditálni, szimránt és gyánt kell végez. August 1. délutáni meditációs beszéd, minek a címe a felszabadulás 3 mércéje, 3 módja. A Kali Yugában a szentek csak 3 intézkedést fogadtak el a felszabadulás érdekében. Ezek a szimrán, a gyán és a szacán. Ezek olyan intézkedések, amelyek lehetségesek, miközben a normális, rutinszerű életünket éljük. Egyébként korábban nehezebb megszorításokat kellett végezni, mint például az Ashtanga Yoga, Pranayama, a csapák és a tapák, stb. De a Kali Yugában az életforma csökkent, az emberi forma életévének számát tekintve sokkal rövidebb lett, és ezek az intézkedések, ezek a megszorítások már nem lehetségesek. Tehát a szimrán, a dián és a szátszánk az, amit a felszabadulás mércéjeként fogadtak el. A szimrán, amit a mesterek adtak nekünk, az 5 név, amit adtak, ezek a különböző síkok urainak a nevei, amelyek ott vannak benne. Ezek az urak soha nem jöttek ebbe a világba. Amikor a lélek befelé és felfelé a mindenható Istenhez megy, át kell haladni mindezeken a síkokon, amelyeknek ezek az urai. A nekünk adott szimrán tehát ezeknek az uraknak a nevei tartalmaz. Valahányszor valamilyen gondolatra gondolunk, és ezeket a gondolatokat követjük az elménkben, a figyelmünk azonnal ezekre a gondolatokra összpontosul. Az intellektus gyorsan felépít egy formán, vagy egy alakot ezeknek a gondolatoknak, elkezdjük vizualizálni ezeket a gondolatokat magunkban. Amikor a szimrán elhangzik, megismételjük a szimránt, és a mester formáját szemléljük ilyenkor magunkban. Ezért, amikor a szimránt mondjuk, és leülünk a meditációnkhoz, akkor is a mester formáján kell elmélkednünk, mert ezt vizualizáljuk az intellektuson. Ezért adják a mesterek ezt a gyakorlatot, a dián gyakorlását, ami a mester formájának a szemlélése, és a szimrán gyakorlását, hogy elménk lecsendesedjen és összpontosítson belé. Tehát a szimrán és a mester formájának szemlélése által az elménk tisztábbá válik, és elkezdünk ilyenkor befelé menni. A 3. gyakorlat a belső szent hangáramlásra való odafigyelés gyakorlata. A hangáram a szemközpont hátsó részén visszhangzik. A hangáramlatot hallgatva és a mester formáját szemlélve ezt nevezzük meditációnak. Vagy gyánnak, vagy bhajannak belülről. Amikor tehát elvégezzük a bhajanunkat, és elkezdünk belülre összpontosítani, és hallgatni ezt a hangáramot, szemközpont hátuljában, és megnyilvánítjuk ezt a hangáramlatot belül, akkor ez a hangáram magával ragadja a lelkünket, ami szintén csak egy másik formája a hangára. Felfelé és befelé viszi a lelket. Ezért ebben a Kali Yugában, amikor a várható élettartam lecsökkent, amikor az életformánk maga is csak egy nagyon meghatározott számú évre szól, és a lélek és az elme ereje is jelentősen lecsökkent a korábbi yugákhoz képest, a mesterek a szimrán és a dián bhajan gyakorlatát adták nekünk, hogy befelé menjünk, ami nagyon egyszerű bárki számára. Egy 6 éves gyermek is meg tudja csinálni, és akár egy 90 éves ember is képes. Ez tehát egy nagyon egyszerű és egyenes gyakorlat, amelyet mindenki elfogadhat és követhet. A légkör tehát nagyon nyugodt, ki kell használnunk ezt a legtöbbet, legjobban, be kell csuknunk a szemünket, és le kell ülnünk a meditációhoz.
és délután, aznap, 2016. augusztusa, elsője, szatszang. Ha van valami, amit mi hamarabb meg kell tenned, az a bhajana. A Pátú Szent Pátú Sahib bániát kezdi el énekelni. Himnusz. Ez Param Szent Szadguru Pátú Sahib bánia. Hogy már korábban is mondtam, Pátú Sahib egy ayodhai szent volt. Pátú Sahib azt mondja, idézet, siessetek és végezzétek a bhajan. Egyáltalán van valami, amiért sietni kellene, hát az a bhajan. Minden szent azt mondja, hogy a bhajan szimrán az, ami ki fog juttatni minket ebből a karma világból. Csak ez a bhajan és a szimrán az, ami segít nekünk kijutni ebből a világból, mert csak a bhajan szimránnal tudunk megszabadulni a karmáinktól és a karmák terhétől. Így aztán visszatérhetünk igaz otthonunkba. Amikor tehát a lélek elszomorodik, miközben ebben a 8,4 millió életformában költözik. Mindattól Isten megszánja és kegyelmez a léleknek, hogy vállalja az emberi születés, és adjon neki megváltást, és szabadunk ki a karmák óceánjából. Mert ez az emberi test, amelyet kapott, az egyetlen test, amelyben elvégezhetjük az odaadásunkat, és kijuthatunk ebből a világból, és visszatérhetünk igaz otthonunkba. Bármely más életformában ez egyáltalán nem lehetséges. Mert minden más dolog, a szokásos megélhetés, aminek alávetjük magunkat, bármit is tesünk azért, megtömjük a gyomrunkat, hogy családunk legyenen, és eltartsuk a családunkat, mindezt más életformákban is megtesszük, megtettük. Még a rovarok is gondoskodnak az élelemről. Még a madarak is gondoskodnak az élelemről, és gondoskodnak a családjukról. Tehát mindezeket a dolgokat minden más életformában is már meg lehet tenni. Ez egy olyan odaadás, amit csak ebben az emberi életformában tudunk megtenni. Ha elveszítjük ezt a lehetőséget, ezt a rövid lehetőséget, amelyet a mindenható Isten adott nekünk, hogy üdvösséget nyerjünk, akkor nincs nálunk nagyobb tudatlan ember. Mert a mindenható Isten bennünk lakozik, és az ő egész királysága ebben az emberi életformában testesül meg. Ha tehát nem követjük a mesterek útját, és nem követjük a tanításaikat, és nem megyünk vissza, hogy találkozzunk mindenható Istennel, akkor minden más, amit teszünk, pazarlás. Nincs értelme semmi más tenni. Azok az emberek, akik ebben az életben nem végzik az odaadásukat, azok, akik állandóan a világi dolgokon járnak a gondolataik, állandóan lekötik őket ezek a világi elfoglaltságok, az ilyen embereknek haláluk idején nagy bűnbánatot kell tanúsítaniuk, ebben az életben nem értek el voltak éppen semmi. Mert mindezek a kötöttségek, amiket a miénknek gondolunk, halál idején rájövünk, hogy el kell hagyni mindezeket a dolgokat. Amikor oly drágán, úgy éreztük, hogy hozzánk tartoznak. Ekkor érezzük magunkat elárulva. Úgy érezzük, hogy mindaz, amit tettünk, hát kárba veszett. A szentek ezért óva intenek minket. Pátú Sahib ezért azt mondja, idézett, az odaadás sietve kell végeznetek. Ha van valami, amit sietve kell tennetek, az 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 odaadás. Minden más másodlagos. Idézet végig. Himnusz. Miért mondja ezt Pátú Sahib? Azért mondja ezt, mert a nekünk adott életforma nagyon rövid életű. Nagyon korlátozott számú lélegzetvételre érkeztünk ide. Soha nem tudhatjuk, hogy ezeknek a lélegzetvételek, hát voltuk éppen mikor fognak véget érni. Kábir Sahib ebben az összefüggésben azt is mondja, idézet, amit holnap kell megtenned, azt ma kell megtenned.
amit ma kell megtennen, azt pedig most kell megtenni. Mert hát soha nem tudhatjuk, hogy mikor áll meg ez a lélegzetvétel, és mikor ér véget az életünk. Amikor ebbe az életbe jöttünk, csak néhány korlátozott lélegzetvételünk van, amit a prelapt karmáknak megfelelően vehetünk, és csak ennyi lélegzetvételre van jó. Ha ez a lélegzetvételeknek a száma elfogyott, akkor el kell hagynunk ezt a házat, ezt a testet, ami nekünk van. A szentek tehát azt mondják, hogy ez az élet azért adatott nekünk, hogy kilépjetek a bánatotokból, hogy végezzétek az odaadást, és menjetek a mindenható Istenhez. Ami ma a kezünkben van, az van a kezünkben. Ami holnap lesz, az kár kezében van. Ezért a szentek, amikor meditálnak és Dhyan Bhajant végeznek, mindig kár tartják szemben. Tudják, hogy kál a küszöbön áll, és bármikor kihúzhatja az életformát. Ezért ezt az érzést tartják a legfontosabbnak, és végzik a meditációkkal. Kábir Szaib azt is mondja, idézett, kál a fejeden ül, a fejedet ő tartja, ezért ne engedj az egódba. Mert amikor csak akarja, fálúzhatja a fejeteket, és kihúzhat benneteket ebből az életből. Tehát csak a milliónyi előző életünkből származó szerencsével kaptuk meg ezt az életformát. A mindenható Isten kenyelméből van a mesterek társasága. Ezért tehát meg vagyunk áldva ezzel az életformával, és a mesterek társasága is a miénk. Ezért kötelességünk követni a mesterek tanításait, és az igaz otthonunk felé kell haladni. A szimránnal és a bhajannal, amit végzünk, sok karma terhet is levágunk, amit magunkkal cipelünk. Ha ezt nem tesszük, akkor ezeket a karmákat a testünkön kell elszenvedni. Hát a szimrán bhajan elvégzésével az ilyen karmák terhe is jelentősen csökken. Azok a tanítványok, akik minden nap 2,5 órát meditálnak, állandó kapcsolatban vannak a mesterükkel. A mestereik is folyamatosan kapcsolatban vannak velük. Az ilyen tanítványok még a haláluk előtt is jó előre értesülnek a mesterüktől arról, hogy mikor ér véget az idejük ebben az életformában. Ezért tehát nem szabad figyelmen kívül hagynunk és könnyelművé tennünk a meditációnkat. Meg kell tenni. A meditációnknak mindig prioritást kell adni. És minden nap ezt kell tennünk az első cselekvési tervünként. Aztán minden másnak követnie kell. Bhajantu Szaib elmagyarázza, hogy milyen az életünk. Elmagyarázza, hogy ez olyan, mint egy ház, amelynek 9 ajtaja van, és van benne egy madár. Ez a madár állandóan megpróbál kimenni a 9 ajtón, ami ebben a házban van, tehát a madár olyan, mint a lélegzetvételek. Lélegzet egy madár alakjában van, amely mindig ki akar lépni ebből a 9 ajtóból álló házba. Sanji is, mielőtt elhagyta a sarírját, a testét úgymond, írt egy bánit, és a párnája alatt hagyta. Azt írta, idézett, ki mondja, hogy meg fogok halni. El fogom hagyni ezt a házat. Elmegyek Kirpál házába. Idézett vége. A szentek mindig nagyon boldogok, amikor elhagyják ezt az életformát, és visszatérnek igaz otthonukba, és a mestereikhez. Tehát mesterekhez hasonlóan, még azok a tanítványok is, akik sok odaadást végeznek, ők is nagyon boldogok, amikor ráhagyják ezt a testet. Ez a boldogság megegyezik azzal a boldogsággal, amit egy fiatalember érez a házasságkötéskor. Mert amikor meditálunk és odaadást végzünk, akkor már nem kötődünk a körülöttünk lévő világi dolgokhoz.
Mivel nincsenek ilyen kötődéseink, a halál idején nagy boldogságban megyünk el, és elragadtatva találkozunk a mestereinkkel oda bent. Himnusz. Ezért azt mondja, idézett, végezzétek a Dhyant, Bhajant és Simránt, és végezzétek a mindenható Isten iránti áhítatotokat. Ha egyszer elhagyjátok ezt a világot, akkor nem fogtok újra visszatérni ebbe az életbe, ebbe a szomorú világ. Idézett. Azt mondja, hogy ezt kell tenned, tehát meg jelenleg az elménk minden világi elfoglaltságon keresztül kivisz minket a világba. A Simrán és a Dhyán gyakorlásával a lélek befelé megy, és az elmével együtt összekapcsolódik a hangárammal, amely a szemközpont hátsó részén rezonál, és a mester formája ott megnyilvánul. Amint az elme meglátja ezt, és összekapcsolódik a hangárammal, annyira megrészegül, hogy a vágyak és a világ egyéb örömei, amelyek kifelé vitték eddig, teljesen megszűnnek. Elkezd befelé menni, hogy folyamatosan rezonáló hangáramlatot hallgathassa, és meglássa a mester formáját belül. Mert az elme mindig és állandóan az ízlését akarja kielégíteni, és nincs ízletesebb, és nincs extatikusabb, mint befelé menni, és hallgatni a hangáramlatot, és látni a mester sugárzó formáját oda bent. Az elme tehát állandóan e vágyak mögött áll, és mindezekből a dolgokból egyre nagyobb és nagyobb kielégülést akar. Tehát ami a legnagyobb elégedettséget adja neki, az az, amikor összekapcsolódik a hangárammal, és látja a mestert oda bent. Mert nincs semmi ebben a három világban. Nincs semmi ebben a három világban, ami olyan mámorító és olyan nagy örömet ad, mint a hangáram. Ha az elme egyszer összekapcsolódik a hangárammal, semmi sem tarthatja vissza ebben a három világban. Ha a hangáramlaton utazik, és felfelé halad rám felé. A mesterek tehát azt mondják, idézett, megpróbálhatsz ezer és millió intézkedést, hogy irányítsd az elmédet. De az elmédet soha nem fogod irányítani. Az elme csak akkor válik irányíthatóvá, ha összekapcsolódik a hangára. Tehát még a jógik is, a múnik is sokat próbálkoztak az elméjük irányításával és megszorításaikkal, sikerült misztikus erőket szerezniük. De ezek a misztikus erők még mindig az elme birodalmán belül vannak, tehát soha nem voltak képesek irányítani az elmét. Ilyen misztikus erőkkel és az elme befolyása alatt megátkozzák és megáldják az embereket. Tehát mindezek a dolgok az elme birodalmán belül van. Még maga Baba Somanadzsi is rendelkezett mindezekkel a misztikus erőkkel, és ő is rengeteg megszorítást végzett. De elnyerte az igazi belső békét, és képes volt irányítani az elméjét, miután találkozott Savan Singhji Maharajjal, és megkapta annak kegyelmét. Még Sanjit, Ajay Singhjit is Baba Bishan Das avatta be két sabdába, két hangba, és rengeteg vezetés végzett, majdnem 15-18 éven át. Ezt tette, és rengeteg misztikus erővel is rendelkezett. De a belső béke még mindig nem volt meg. És ezt csak akkor kapta meg, amikor megkapta a Kirpal Singhji mester kegyelmét. Az ilyen gyakorlatokkal, amelyeket kifelé végzünk, misztikus erőkre tehetünk szert, de az elmét nem tudjuk meghaladni. Még mindig az elme birodalmán belül vagyunk. Ezért, mivel az elme birodalmán belül vagyunk, nincs belső békénk. Mert az elme Brahmtól származik. Mind a három alatta lévő világ az elme birodalmán belül van. Tehát mindezek a külső gyakorlatok, amelyeket végzünk, mind az elme birodalmán belül van. Rendesz valami. Nem fogjuk folytatni legközelem. És próbáljuk meg elvégezni azt a gyakorlatot, amiért ezt az emberi születést megkaptuk. És végezzük a Dhyant Bhajant szintet. Rendesz valami is. 05-kor jelentkezik.